Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Néhány szót szeretnék tényleg magamról mondani. Én labdarúgó vagyok, 30 éve utánpótlás edző. Hallani a teremben mindenki jól hall? Jó, köszönöm szépen. És igazából egész életemet meghatározta a sport. 10 évig dolgoztam alkalmazottként. Több évig szállítmányozási cégeket vezettem. És 3,5 évvel ezelőtt elkezdtem hálózatépítéssel foglalkozni, annak reményében, hogy egyszerre legyen pénzem és időm. És az előző cég nem hozta meg azt a várt eredményt, amit szerettem volna, és akkor egy kicsit tavaly tavasszal ilyen kereső fázisba kerültem, és tavaly júniusban találkoztam ezzel az üzlettel. Meg szeretném kérdezni, hogy a jelenlévők közül kik azok, akik amiatt jöttek el, hogy hallották, hogy valami nagyszerű termékekről lesz szó, termékkel kapcsolatban, az egészség miatt vannak itt? Köszönöm szépen az őszintességet. Kik azok, akik az anyagiak miatt jöttek, a pénz, az üzlet miatt? Itt is vannak egy páran. Van, aki nem jelentkezett, az nem tudom, hogy miért van itt. Leteszteltem, nagyon jó ételek vannak itt az étteremben, de biztos a prezentáció végére ki fog derülni, hogy miért vannak itt, és remélem, hogy fognak találni olyan értékes információt, hogy gazdagabban fognak hazamenni. Júniusban találkoztam ezzel az egész üzlettel. Igazából elém is elém tettek néhány terméket, amire azt mondták, hogy csodás dolgokra képesek ezek, és egy kicsit ilyen szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban. Egy-másfél hét alatt leteszteltem a környezetemben, és visszaigazolta, hogy ezek a termékek valóban mit tudnak. A prezentációm első felében a termékekről fogok beszélni, és ezt szeretném bemutatni mindenkinek, és a második részben fogok beszélni az üzletről. Szomorú ténnyel kezdek, és tényleg ez az egyetlen negatív dolog, ami a prezentáció alatt hallani fognak. Az embereknek a 80%-a szívelégtelenségben és rákban hal meg. Ez egy szomorú tény, és igazából ez a WHO 98-as felmérés alapján jött ki. És azt gondolom, hogy ezen az arányon ezen nekünk kellene javítanunk, és nagyon-nagyon fontos információ az is, hogy az oxidatív stressz az egyik olyan szabadgyök forrás, ami ezeknek a betegségeknek a túlnyomó részét kialakítja. Azzal is biztos tisztában vannak sokan, és nagyon sokan hallották azt, hogy rengeteg káros sugárzás él minket napi szinten, mikrohullám, UV-sugárzás, a stressz, kimerítő tréning, tartósítószerek, színezékek, ezek mind szabadgyökökkel bombázzák a szervezetünket, és ezek ellen az antioxidánsok tudják megvédeni a sejtjeinket. Ha megfelelő módon fel vagyunk töltve antioxidánsokkal, akkor ezeket a betegségeket el tudjuk kerülni. Ez egy egészséggel kapcsolatos információ volt, vagy betegséggel kapcsolatos információ. A másik fontos dolog, hogy az embereknek 47% a szegénységben él, és 95% túl kevés pénzből él. Most valószínű, hogy a teremben jelenlévőknek a nagy része a maradék 5%-ba szeretne tartozni, de ez is egy nagyon-nagyon magas szám. És a lényeg az, hogy amiről én fogok beszélni, azok tények. Ez a Kajani lehetőség, ez igazából pontosan az embereknek erre a két problémás területére tud megoldást adni. Az egyik a betegségekből kijönni és egészségesen élni, az egészséges éveket meghosszabbítani. A másik terület viszont a financiális, az anyagi problémák, és jó magam 10 hónapja vagyok az üzletben, egy éve indult az egész rendszer Magyarországon, ennyi tapasztalatom van, és rálátásom, hogy ezek a dolgok valóban működnek, és több ezer ember életébe hoztunk ezzel a lehetőséggel változást. Nálunk tényleg a termékek a valódi különbség, amit különbséget mutatunk a piacon. Nem egy 1028. táplálékkiegészítőről lesz szó, nem 200 féle termékről. Én nagyon örültem neki, mert nem vagyok orvos, nem vagyok biokémikus, hogy igazából 3+1 termékünk van, egy alaszkai egészség háromszög, és ezzel tudunk különbséget mutatni a piacon. Mielőtt rátérnék a termékekre, rövid kis történetet szeretnék elmesélni, és pontosan ebből kiderül, hogy kik vannak a cég hátterében. 3 tulajdonosa van a cégnek, 3 nagyvállalkozó család, akik nem MLM szakemberek, hanem hagyományos nagyvállalkozók. Az egyik család, ők az olajiparban tevékenykednek közel 40 éve, a nyugati parton a legnagyobb magánkézben lévő benzinkút hálózat az övék, és mellette a tehát a szállodaiparban tevékenykednek, a Marriott szállókból birtokolnak többet a világ különböző részein. A másik család, ők farmerek, közel 100 éve mezőgazdasággal foglalkoznak, gabonaféléket termelnek, és szarvasmarha tenyésztéssel foglalkoznak. A
az Egyesült Államokban az egyik legnagyobb ilyen család az övéki, akik tényleg nagyon nagyba űzik ezt az ipart. A másik, a harmadik család, ők franchise üzleteknek a birtokosai, egy nyugdíjas házaspár. Ők voltak azok, akik idejük jelentős részét Alaszkában töltötték, és az ott élő emberekkel beszélgetve rájöttek arra, hogy ott nem esik szó ilyen betegségekről, hogy magas vérnyomás, daganat, cukorbetegség, csontritkulás, amivel napjainkban találkozunk, tehát a civilizációs népbetegségekkel. Ennek a törzsnek a fordításában se szerepelnek ezek a szavak. És egy kutatócsoport megvizsgálta az ott élő embereket, és rájöttek arra, hogy táplálkozásban mutatkozik meg ez az óriási különbség, hiszen Alaszkában termő különböző természetes összetevőket tudják napi szinten táplálkozással bevinni a szervezetükben, és ezért ilyen egészségesek. Most ez az idős házaspár hazahozta ezt a jó hírt a másik két családhoz, és egy picit belenéztek ebbe az egészségmegőrzésbe, a wellness iparákban. Látták, hogy nagyon nagy üzlet, 15-20 évig a világpiacnak a legnagyobb trendje. Tehát bárki vállalkozásban, üzletben gondolkozik, azt érdemes odafigyelni, hogy milyen területen kezdünk el dolgozni. Az is tény, hogy meg lehet nézni azt a néhány száz embert, például csak Magyarországon vagy a világon, akik a legvagyonosabbak, azoknak növekedett a vagyona, akik ebben az iparágban tevékenykednek. És ők is azt mondták, hogy ebben jobb benne lenni, mint kimaradni belőle. És 2005-ben létrehozták a Kajani céget, és 2007-re lettek kész az alaszkai egészség háromszögnek a kifejlesztésével, ennek a termékcsalád tulajdonképpen addigra jött létre. Elindultak ebben az iparágban, létrehozták az első terméket, aminek az a neve, hogy Kajani Sunrise, ami egy antioxidáns immunerősítő ital. Ami fontos, hogy nem kapszula, nem bogyó, tehát akinek ilyen bogyófóbiája van, azt megnyugtatom, hogy nyugodtan lehet fogyasztani. Rendkívül jó íze van, ízletes. És amit a termékről tudni kell, hogy nagyon nagy százalékban alaszkai vadáfonya az alaphatóanyaga. Itt kell tudni erről a gyümölcsről, hogy nyugodtan kapcsolja ki a telefonját, megvárjuk. De lehet, hogy már hívták helyen ügyben a hölgyet, és most érkezett. Úgyhogy ez ilyen gyorsan megy nálunk az üzlet. Tehát az információ mindenhova elér. A lényeg az, hogy alaszkai vadáfonya az alapható anyaga, ötször magasabb az antioxidáns tartalma az éghajlat sajátosságai miatt, mint a hagyományos tőzegáfonyának. Tehát rendkívüli módon fel tudja tölteni antioxidánssal a szervezetünket. Van benne 10 féle szupergyümölcs, és ami lényeges, hogy méréssel alá van támasztva, hogy pontosan azokat a szabad gyököket milyen mértékben tudja megkötni, amelyek a betegségeket alakítják ki a szervezetünkben. Ezt órakértékben mérik ezt a szabad gyök megkötő képességet, és hogy ezt a értéket, ezt a 36 ezeret, hogy tudják hová helyezni, ezért mondom el, hogy egy jobb minőségű konyhai zöldség, amit itt a hölgyek a vasárnapi ebédbe, húslevesbe belevágnak, annak mondjuk ilyen 5-6-700 az órakértéke, egy jobb táplálékkiegészítőnek olyan 5 és 15 ezer között mozog, ennek a terméknek 36 ezer az értéke. Magyarországon is bemérték, mert ezt a Bruce Wick intézetben mérték, Magyarországon is megmérték, ott 38 ezeret mértek, tehát ez valóban tudja. De nyilván azoknak az embereknek nem az érdekes, hogy mennyi az órakérték, akinek kialakult betegsége van, hanem hogy megoldást tud-e esetleg ez a termék adni nekik. Most akiknek ezt a terméket odaadjuk, a célközönségünk nekünk azok az emberek, akik főleg a problémás emberek, ahol már kialakult betegségek vannak, lehet ez akár magas vérnyomás, kettes típusú cukorbetegséget megfogja ez a termék, allergiás, aszmás tüneteket tudja csillapítani akár egy-két tasak elfogyasztása után, hihetetlen, de igaz. Alvászavar, migrénes fejfájás, nagyon fontos szerepe van a vérképzésben. Egy ilyen tasak beállítja a szervezetnek a pH értékét. És érdekes, hogy azok az emberek, akik daganatos betegek, kemoterápiával kezelik őket, azok nem hánynak, nincs hány ingerük, és sokkal jobban érzik magukat, jobb a közérzetük. Tehát nagyon-nagyon sok terület, ahol ez a termék hatást tud gyakorolni a szervezetünkben, pozitív értelemben. És a lényeg az, hogy 90%-ban 5-7 napon belül pozitív eredmények jönnek vissza. Tehát 5-7 napon belül, akiknek ezt odaadjuk és nem értékesítünk, majd ez a marketing résznél rá fogok térni, hanem teszteltetjük a terméket, odaadjuk a beteg ismerősöknek, hogy használják, úgy jönnek vissza, hogy mit adtam nekik, mert zseniális a készítmény, és teljes mértékben változás hozott az életükben. Pontosan azért, mert 98%-ban ezek a hatóanyagok hasznosulnak a szervezetben,
És olyan az összetétele, megkapta a szuper élelmiszer minősítést, tehát nem vitamin, nem táplálékkiegészítő, hanem szuper élelmiszer, mindamellett esztétikus is. Meg szeretném kérdezni, hogy ki az, aki még ezt nem kóstolta. És egy nyilvános íztesznek alá vetné magát, a hölgy volt a leggyorsabb, és én adok is neki egy ilyet. Én ezt föl is ráztam, itt a perforációnál kellene letépni, jó? A szánkba behelyezni, és utána megnyomni. Sorrendre kell figyelni, hogy ne legyen belőle baleset. És várom, nyugodtan be lehet kiabálni az ízét. Finom, nagyon jó. Gyümölcs íze van, igaz? Tehát ez tényleg az a termék, hogy reggel, amikor ezt szeretném magamhoz venni, ja közben mások is tesztelik már a terméket, akkor megvárjuk. Tessék nyugodtan megkóstolni, mert utána folytatom. Tehát az a lényeg, hogy amikor reggel nap felkelt a neve, egyébként, amikor ezt magamhoz veszem, akkor egy jó érzés van bennem, tehát nem az a, tényleg egy ilyen, vannak olyan táplálékkiegészítők, amik szó szerint kellemetlen illatuk van, mondhatom, hogy szaguk van, nincs jó ízük, ez tényleg egy nagyon-nagyon kellemes ízvilágot tud nyújtani nekünk, és a gyerekek is előszeretettel fogyasztják. Egy ilyen tasak egy felnőtt embernek 5 éves kortól, mondom, akkor inkább a napi szükségletét fedezi, 2-től 5 éves korig fél tasak a napi adag. Cukorbetegeknél kell figyelni, hogy az első táplálkozással vigyék be a szervezetükbe, mert ennek is van egy gyümölcs cukortartalma. A másik termékünk, amely ugyancsak egy különleges dolog, ez egy Nobel-díjas kutatás eredménye tulajdonképpen, egy viszonylag fiatal történet. 1988-ban fedezték fel a nitrogén-oxid gáz molekulát. 98-ban azért kapott 3 orvos és gyógyszerész Nobel-díjat, mert bebizonyította a nitrogén-oxid, vagy más néven nitrogén-monoxidnak a pozitív hatását az emberi szervezetre. Ezt elnevezték az élet molekulájának, nevezték szignálmolekulának is. A fontos az, hogy ez 18 éves korunkig termeli a szervezet, viszont 18 éves korunk után ennek a termelődése lelassul. És egy picit így belegondolunk, a gyermekeinknek az energiája picivel több, mint a miénk, picivel gyorsabban gyógyulnak a sebek, gyorsabban forr a csont, gyorsabban regenerálódik a szervezetük, betegségekből gyorsabban felépülnek, ez pontosan nitrogénoxid miatt van. Most ebbe egy olyan növényi kivonatot raktak bele, a noni növény válogatott részeit találhatok benne, csepp formájában, 3x6-8 cseppet beviszek a szervezetembe, és megint elkezdődik a nitrogénoxidnak a termelődése. Ezt nevezik egyébként szignálmolekulának. A lényeg az, hogy leadja az immunrendszeremnek a jelzést, hogy hol van probléma a szervezetemben. Lehet, hogy én nem is érzem, nem is tudom azt, hogy van benne egy gyulladás, vagy valamilyen probléma. Sokszor egy ilyen infarktus lehet egy ilyen gyulladásnak a végkimenetele, amit én nem is érzek. És a szervezet öngyógyító mechanizmusát oda koncentrálja. Nagyon komolyan támogatja a sérrendszert, a sima izomra hat, az erek rugalmasságát, a szívizom működését segíti, elasztikussá teszi az erek érfalakat, ezáltal a vérnyomás befolyásolja. Nevezik egyébként fájdalom, és fájdalomgyilkosnak is ezt a készítményt, ugyanis algopirin, a kataflán, a morfium az ugyanúgy azon a hatásmechanizmusa, mint ennek a terméknek. Annyi a különbség, hogy szintetikus módon nitrogén-monoxid szabadul fel a szervezetben, a morfium hatására is. Tudjuk azt, hogy milyen mellékhatásai vannak. Na most ez természetes formában csak a mi cégünk tudja, tehát természetes nitrogén-oxidunk csak nekünk van. És azért ez különleges dolog. Úgyhogy használják ezt fogorvosok is, például nagyon gyorsan, percek alatt képes fájdalmat csillapítani a szánkban tulajdonképpen. Foghúzás után a nyíltsebb kezelésére használják, nagyon magas az antibaktericid hatása, tehát ahol implantátumot tesznek be, vagy szerveket ültetnek át, ott is segít ez a termék. A másik terület, ahol különböző ízületi problémákat tud megoldani, nem csak szájon keresztül, hanem bőrön keresztül is felszívódik, legyen akár ez egy csukló, könnyék, térd, váll ízületi probléma. Tegnap Szerbiából jöttem haza, 11:30-kor csöng a telefon, mondom, ki ez a jó képesség, aki éjjel hív engem. És van egy vendéglátós barátom, szállodában dolgozik, picit túlsúlyos, 3 éve szenved ízületi problémával, térdei teljesen tropák, nem tud aludni. Van, aki bólogat, és lehet, hogy neki is vannak hasonló negatív élményei. És az úriember azt mondta nekem, hogy elindult egyébként már az üzletbe, 3 nap alatt oldotta meg neki ezt. És nem csökkentette a fájdalmait, hanem megszüntette a fájdalmait. És tegnap azzal szórakozott, hogy ott a szálloda körül sétált, és a főnöke se tudta, hogy mi van vele. De ő is jön már az üzletbe. Tehát nagyon-nagyon pozitív terméktapasztalatok jönnek vissza, és ez a termék ez valóban tudja ezt.
A másik érdekes dolog, hogy külső kémiai hatások is érnek minket. Egyre több a különböző bőrprobléma, pikkelysömör, ekcéma, afta, herpesz egyre fiatalabb korosztályt érint. Külső kezeléssel ez a termék meg tudja oldani ezeket a problémákat is. Jó? Másik érdekes, a cukorbetegségre visszatérve egy ilyen termékkel, például amputációra váró lábszárfekélyes lábat mentettünk meg, nem kellett levágni, és 81 nap alatt egy nénének a lábát teljesen rendbe rakta, nagyon csúnyán el volt fertőződve a seb, és a sebbe csöpögtetve, ecsetelve ezt meg tudta oldani. Olyan a hatóanyagnak a molekula szerkezete, ami nem pentagonális, hanem hexagonális, az azt jelenti, hogy nem csak sejtkörüli védelmet biztosít, hanem behatol a sejtekbe, átmossa, felújítja a sejteket, és a sejtreprodukciót gyorsítja. Ezért van az, hogyha egy vágott sebbe, vagy egy, legyen akár ez egy harmadfokú égési sérülés, ezt belecsöpögtetem, a felére le tudjuk csökkenteni a felépülési időt, és hihetetlen gyorsan rendbe tudja tenni az adott felületeket. Ennek a terméknek van egy nagyobb változat, egy ilyen pipettás, az 56 ml-es, és ennek a terméknek van egy bővített változata, az extrém, amiről annyit kell tudni, hogy az alaphatóanyagot, a noni növény válogatott részeit kibővítették Q10 koenzimmel, cinkkel, krómmal, magnéziummal, niacinnal, és egy teljesítménynövelő szert értek el tulajdonképpen ezzel. A jó hír az, hogy 100%-ban természetes, nincsen benne semmi káros anyag, átment a dopingteszten, tehát olimpikonok, élsportolók használják. Nekem ez az egyik kedvenc termékem, én elmúltam 40 éves, tehát MB2-be fotballoztam, most negyed osztályba, 20 évesekkel játszok még egy csapatba, edzés nélkül, vannak itt sportolók a teremben, ők tudják milyen edzés nélkül mondjuk 90 percet lefotballozni, nem húzódok, nem görcsölök, nem savasodok, másnap nincs izomlázam, és másnap akár még egy 90 perces mérkőzést le tudok játszani, és ez a termék, ez óriási. Úgyhogy egyre többen használják az amatőr sportolók is, akik szeretik jól érezni magukat sport közben, ne sérüljenek meg, ne húzódjanak meg, ne szenvedjenek, jól érezzék magukat. Hát nyilván az olimpikonok, a versenysportolók pedig pontosan az eredmények miatt, és ez egy olyan termék, amivel tényleg etikusan komolyabb eredményeket tudnak elérni. Van olyan tájfutónk, aki napi 13 kilométert fut, egyszeri alkalommal használta ezt a terméket, ő polárórával nézi folyamatosan a pulzus számát, és a percenkénti pulzus száma ezzel a termékkel 10-zel esett vissza. Tehát aki sportol, az tudja, hogy az egy óriási eredmény. Úgyhogy komoly sportolók, az Erdei Zsolt is például itt van az üzletünkben, Jerome Davis 6-szoros világbajnok atléta például, úgyhogy nagyon-nagyon sokan használják, NB1-es labdarúgó kluboknál már bent van a termék, úszóválogatott, a kajakkenu válogatott is száraz edzésen használta a terméket, triatlon szövetség is, úgyhogy nagyon-nagyon jó eredmények jöttek vissza. Az extrémnek is van pici és van nagyobb változata, ezt nem 3x6-ot szedünk, csöpögtetünk, ahogy a sima FX-be, hanem ezt mindig terhelés előtt egy negyed órával visszük be. És itt visszatérnék egy kicsit az extrémnél a sunrise-ra, erre a készítményre, ugyanis ebben van egy taurin nevű eszenciális aminosav, és a sportolóknak mindenképpen ajánlom, ugyanis az is az energiaátvitelt segíti a szervezetben, és pontosan a sportban nagyon-nagyon fontos a savasodás, és ezzel a termékkel ezt is ki tudjuk tolni tulajdonképpen azt a pontot, amikor elkezd savasodni a szervezetünk. A harmadik termékünk az egészségháromszögnek a harmadik csúcsa, a Kajaninak a Sunset nevű készítménye, amiről annyit kell tudni, hogy tudjuk azt, hogy Alaszka világjeges édenkertje, és Alaszka vizeiben él egy olyan hal, aminek az a neve, hogy szokai lazac, ez egy vörös húsú lazac, hidegen sajtolva nyerik a húsából, rendkívül tiszta az olaja. Én azt szoktam mondani, hogy ezért is különleges az olaj, mert egyáltalán halból van, tehát tudjuk, hogy nagyon sok olyan szintetikus termék van, ami halat se látott, ebben viszont ez van. És ami a különlegessége, hogy van benne egy speciális E-vitamin. Erről annyit kell tudni, hogyha az E-vitamin egy nagyon erős antioxidáns, és rengeteg szerepe van a szervezetünkben, viszont általában, hogyha én ezt beszeretném vinni, ezt a hatóanyagot, akkor általában tokoferol származékot kapok akár egy gyógyszertárban, akár egy másik hálózatban, ami részben vagy teljesen szintetikus. A tokotrienolról annyit kell tudni, hogy az anaton növényből nyerik ki,
100%-ban tiszta, tehát nem kell átkonvertálni a szervezetünknek, hanem egyből be tud épülni, és ezért fontos, hogy a hatása 50-szerese a tokoferolhoz képest. És pozitív hatása van a tokoferol E-vitaminnak, de ezzel a jótékony hatást az 50-szeresére tudjuk emelni. Picike light jelly kapszula, ez is fontos, hogy gyerekek is fogyaszthatják, én 3 éves kortól kötelezővé tenném, majd elmondom, hogy miért. És a különlegessége még az, hogy általában ezeknek a light jelly kapszuláknak a vívőanyagában van laktóz, és ebben a termékben nincsen, tehát laktózérzékenyek is fogyaszthatják ezt az omega-3-at, és ebben a párosításban mondhatom azt, hogy ilyen sincs a piacon senkinek. Ez támogatja a szívésérrendszert egyébként, fontos az immunrendszer, az ízületrendszer szempontjából, az idegrendszerre van jótékony hatással, ezért mondom azt, hogy a gyerekeknek kötelező lenne fogyasztani, ha csak valaki nem tud heti 3-4 alkalommal tengeri halat letenni az étkezőasztalra, nem sok ilyen család van, azt gondolom. Viszont a gyerekek miatt azért fontos, mert sokkal jobban koncentrálnak, kiegyensúlyozottabbak, jobban oda tudnak figyelni, jobban vág az agyuk. Jönnek a pozitív visszajelzések óvodából, iskolából, hogy azok a gyerekek, akik ezt használják, érezhető néhány nap fogyasztása után, hogy milyen változást hoz az életükben ez a termék. Úgyhogy, ami még lényeges a Sunsetnél, hogy a szépségipart is érinti, ugyanis a bőr-haj köröm táplálásában van fontos szerepe. Én már elfogadtam azt, hogy ilyen hajkoronával rendelkezek, de én sem voltam ilyen, én teljesen kopasz voltam 5-6 hónappal ezelőtt itt felül, és a barátaim, ismerőseim szóltak, hogy Tamás, elkezdett nőni a hajad. Most egy másik üzlettársamnak is ezt megjegyezték, úgyhogy mi már 3-szoros dózisba szedjük ezt a Sunsetet, és kezd eltűnni a kopasz fejbőrünk, de azt mondom, hogy kopasz férfiakra elhiszem, hogy azt mondják, hogy sármosak, de a hölgyeknél ez nem igaz. És nagyon-nagyon sok hölgynek van olyan időszak az életében, amikor csomókban hullik a hajuk, és 5-6 nap termékhasználat után ezek megállnak, ezek a folyamatok, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon lényeges, hogy ilyen területeken is tudunk segíteni. Egy lényeges pont van még, hogy a tokotrienol az egyik olyan természetes összetevő, amit a legeredményesebben használtak a különböző daganatos betegségeknek a kezelésében. És itt én is, hogyha lehetne, visszatekerném az időkerekét, mert az én családomban is az összes felmenőm sajnos daganatban halt meg, és nem csak a hajam miatt szedem a tokotrienol E-vitamint, hanem pontosan azért, hogy daganatot elkerüljem, megelőzzem a bajt. Nem akkor kell elkezdeni ezeket a termékeket fogyasztani, amikor már probléma van, akkor is sok esetben tudunk segíteni, a megelőzés miatt is. És itt az üzletben is van nagyon-nagyon sok olyan daganatos betegség, beszélhetünk itt áttétes daganatos betegekről is, ahol megoldottak ezek a problémák, és tudtunk segíteni az embereknek. Nem mondom azt, hogy minden daganatos beteget meggyógyítunk, de nagyon jótékony hatása van a szervezetre, és nagyon jó terméktapasztalatok jönnek vissza. Úgyhogy ez az egészség háromszög, a Sunrise, amivel kezdjük a napunkat, napközben a Kajaninak az FX készítménye, alkalmanként a kibővített változatát fogyasszuk, az extrémet, és este lefekvés előtt a Sunsetet. És igazából ezzel az egészség háromszög egy átfogó minőségi hatóanyagot tudunk bevinni a szervezetünkben, és azt gondolom, hogy védelmet is tudunk adni a szervezetünknek. Meg szeretném kérdezni, hogy teremben kik azok, akik már fogyasztják a terméket, és valamilyen pozitív hatást észleltek a szervezetükben. Akkor én is mondanék, nekem van egy barátom, akivel már régóta azt mondom, hogy összejárunk és különböző termékeket kipróbált, ugyanis egy molnál elég komoly vezető beosztásban van, és a stressz miatt kialakult nála cukorbetegség, magas vérnyomás, és az előző hálózatomnak a termékeit próbáltam neki ajánlani, 50-60 ezer forintot elköltött havonta, és igazából a gyógyszereket nem tudta lecserélni természetes készítményre, nem működtek nála. És amikor elindultam ebbe az üzletbe, azt mondtam, hogy na, most nézem meg, hogy ezek a termékek mit tudnak. 5 tasakkal odaadtam neki a Sunrise-ból, és nem 5 nap után, a 4. nap hívott, hogy a 190-es vérnyomásra lement 140-re, 15-ös cukra 8 alatt van, és akkor beszélgessünk, hogy én mit adtam neki. És igazából ez az úriember most már fogyasztom, és itt van az üzletben, és nagyon-nagyon reméli, hogy azt a jól fizető, de stresszes munkáját le tudja cserélni majd erre a Kajani üzleti lehetőségre. És igazából most érnék rá arra a másik felére a prezentációnak, ahol meg tudom mutatni azt, hogy jelen pillanatban
nagyon-nagyon jó helyen vannak, jó időben. Én tavaly júniusban körülbelül egy ilyen, ilyen létszámú teremben hallottam először erről az üzleti lehetőségről, és fontos, és a Kálmán barátom elmondta, hogy ez az első zalaegerszegi nyílt info, ahol tulajdonképpen ilyen létszámú embereknek meg tudjuk mutatni azt, ilyen létszámnak azt, hogy ez az üzlet ez mit képvisel, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez a régió, ez most fog elindulni, és nem csak a régió, hanem most indítjuk el a nagyvárosokat Magyarországon, környező országokat is. 500 millió ember nem tud a termékről. Tavaly májusban került be ez a cég Magyarországra, 2-3 éve Európában, és a jó hír az, hogy egy olyan rendszerbe kerülnek be ezek a termékek, ami nem csak hálózati marketingben működik, hanem ezek a termékek bekerülnek üzletekbe. 2 hónapja lettek meg az engedélyeink, OET zöld pipa, tehát patikákba bekerülnek a termékek, bioboltokba, fitnessközpontokba, magánorvosi rendelőkbe, szépségszalonokba, és hogyha az önök kapcsolatrendszerében vannak ilyenek, tulajdonosok, alkalmazottak, bárki, vagy az ön közvetett kapcsolataiban, akkor üzletek forgalmában is tudnak majd esetleg részesedni, és azt gondolom, hogy akár alkalmazottak, akár vállalkozók, üzletemberek nem mindig kapnak ilyen lehetőséget. Az üzlet a bizalomra épül, én is bizalmat szavaztam annak a hölgynek, aki nyáron engem meghívott, és nyilván én terméktesztelés nélkül elindultam ebbe az üzletbe, mert azt mondtam, hogy ha ezek 5 éve 4 földrészen működnek, 50 országban ott vannak ezek a termékek, akkor ezek biztos, hogy jók, hiszen a hálózati marketing az bizalomra épül, és biztos, hogy ezek a termékek tudják azt, amiről beszélnek. Bizalmat szavaztam a felső vonalamnak, akik szakmailag ebbe segítettek, bizalmat szavaztam a cégnek is, hiszen tényleg egy stabil, nagyon komoly cégről beszélgetünk. A cégünknek az elnöke a Kirk Hansen, ő az az olajipari vállalkozó, aki nekem a garancia arra, hogy ez a cég nem csak idén, nem csak jövőre, hanem 20 év múlva is működni fog, és 20 év múlva Magyarországon ugyanígy fogunk beszélgetni arról, hogy mi az a Kajani. Nyilván akkor egy picivel többen fognak már 100 emberből, ha arányokat nézzük, 100 emberből többen fognak hallani már arról, hogy ez a Kajani ez mit tud. Kirk Hansen egyébként azt mondta, hogy a világ legnagyobb network marketing cégét fogja felépíteni a Kajanival, tehát óriási víziója van, és én azért mondom, hogy jó helyen vagyunk, biztonságban vagyunk, mert ez az úriember, ez nem megvárta, hogy 5 év alatt mi fog történni a Kajanival, és egy nagyon nagy növekedést produkáltunk 5 év alatt. Ő az első perctől odaállt a cég elé, ő a cégnek az elnöke, és azt mondtam, hogy 40 évnek a munkásságát, a családnak a hírnevét, a becsületét, azt, amit ő alkotott a hagyományos vállalkozásból, ő nem kockáztatná akkor, hogyha nem lenne biztos a dolgába, és ő első perctől a cégnek az elnöke. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, úgyhogy mondhatom azt, hogy egy globális üzlet indul útjára, és itt nem csak Zalaegerszegre, erre a megyére és erre a régióra kell gondolni, hanem a környező országokra is, és hogy ez a rendszer mennyire működik, 2 országhatárt léptem át, mondjuk most már 3-at, és 18 országból jön jövedelmem, akár mint a fogyasztókból, akár üzleti partnerekből, és itt is a teremben biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek a víziója, a jövőképe a cég víziójával egybeesik, hogy nagyon-nagyon sok emberhez ezeket a termékeket el kell juttatni, hiszen az önök környezetében is rengeteg beteg ember van, rengeteg olyan ember van, aki nem megfelelő életszínvonalon él, anyagi problémák vannak, na ezeknek az embereknek tudunk ezzel segíteni. És hogyha az van a fejünkben, hogy ezek az emberek keresik a lehetőségeket, akkor ez lesz, és meg fogjuk találni azokat az embereket, akiknek tudunk segíteni. Úgyhogy a cég az nagyon-nagyon profin tervez, nagyon-nagyon profi hátteret biztosít nekünk. Az első perctől kibéreltek egy 600 négyzetméteres irodaházat, elkezdték a logisztikát fejleszteni, a különböző országokban a különböző nyelvű honlapokat, hogy bárki egyszerűen tudjon regisztrálni, fogyasztókat tudjunk kezelni, úgyhogy hogy minden hátteret biztosítanak, és ezért van egy hihetetlen növekedésünk. Magyarország egyébként a 3. hónapjában elérte azt, hogy világelső lett, mint új induló piac, a 4. hónapjában a 4 éves japán piacot is megelőzte. Azt gondolom, hogy ez eredmény, ez óriási eredmény, picike ország vagyunk, hihetetlen profi szakemberekkel, bármilyen szakmát nézek egyébként, és vannak itt olyan emberek, akik tudnak, szeretnek dolgozni, és hogyha egy céggel partnerkapcsolatot kötnek, és az a cég korrektül kifizeti őket, és hátteret biztosít nekik, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok embernek tudunk ebben segíteni, hogy megfelelő vállalkozást vezessenek.
egy fizetőkapus áttörést hoztak tulajdonképpen ebben a hálózati marketingben a cégvezetői. Erről annyit kell tudni, hogy ők nem is networkbe gondolkoztak, hanem először hagyományos kereskedelem útján gondolták, hogy a termékeket piacra viszik, és utána látták át, hogy a hagyomány, vagyis a hálózati marketing az egyik olyan formátum, ami a legdinamikusabban fejlődik, és a leghatékonyabban tudnak minél több országot elérni. Viszont rengeteg olyan cég van, aki 30-40 éve itt van a piacon, mondhatjuk azt, hogy archív marketinggel kompenzációs terve, és ezért azt mondták, hogy egy profi cég, professzionális termékek egy teljesen új egyedi kifizetési rendszert fognak létrehozni, és ez a fizetőkapu lett, egy olyan rendszer, ami támogató típusú, és a lehető legtöbb pénzt fizeti vissza a disztribútorok számára. A disztribútorok azok, akik üzletileg ezzel foglalkoznak, 72,2%-ot a teljes kiépült rendszernél. Ez egy óriási szám, aki esetleg hálózatban már vásárolt, fogyasztott vagy dolgozott hálózati cégnél, az nem biztos, hogy ilyen százalékokkal találkozott. Nálunk az üzletben egy üzletépítői készlettel lehet elindulni. Természetesen aki azt mondja, hogy ki szeretné próbálni a termékeket, fogyasztóként szeretne regisztrálni, az külön bármelyik terméket meg tudja vásárolni, fogyasztói kóddal lesz ellátva, és otthonából online rendszeren keresztül bármikor meg tudja rendelni a termékeket, és házhoz szállítva ezt megkapja. Aki üzletileg gondolkozik ebben, és a piacfelosztásból részesedni szeretne, az üzletépítői készlettel tud elindulni. Az üzletépítői készlet, ez 463 euró pontosan bruttó összeg, amellyel el tud indulni. Ez a csomag, ez az indulási csomag a következőket tartalmaz. Eleve jogosultságunk lesz arra, hogy a Cayeni cégtől mi jutalékot kapjunk. Egy hónapban 6-szor utalnak nekünk, 6-szor kapunk kifizetést. Ami a jó hír, hogy egy amerikai bankszámlára érkezik a jövedelmünk, ezt egy dombornyomott kártyára tudom rátölteni, amivel bárhol tudok pénzt felvenni ATM-be, és bárhol tudok vele fizetni. Az alkalmazottak szempontjából fontos, hogy nem kell hozzá, most elrohanjanak ügyvédhez BT-t, KFT-t csinálni, nem kell hozzá vállalkozói számla, hanem magánnéven lehet regisztrálni a rendszerbe, és azt gondolom, hogy ez egy elég komoly segítség, és nem 100, hanem 120%-ban terméket kapunk a pénzünkért. Tehát nem egy pozíciót veszek, befizetek pénzt, és semmit nem kapok, itt nincs ilyen. 120%-ban terméket, értéket kapok a pénzemért, a következőket. Ez az üzletépítői készlet a következőt tartalmazza, 5 dobozza a Sunrise-ból, egy ilyen doboz 30 tasakot tartalmaz ebből az antioxidáns italból, és 5 havi adag, 5 doboz. Van a Sunset-ből egy doboz, az 56 ml-es Nitro FX-ből is van egy, a 8-as FX-ből, a piciből az ilyen 8-as pakba lehet megvásárolni egyébként, ez tartalmaz egy ilyen 8-as kiszerelést, és az Extreme-ből is van egy ilyen 8-as pakkunk az induló készletbe. Ez pontosan azért lett kitalálva, mert ebben van olyannyi termék, amivel pozitív terméktapasztalatot tudok szerezni én is és a családom. Nyilván, hogy ezt az üzletet képviseljek, meg kell győződjek arról, hogy ezek a termékek valóban minőségek, és valóban működnek a szervezetben. És nálunk, ami lényeges, és itt mindenki megnyugodhat az üzleti résznél, nincs termékértékesítés. Egy váltás történt ebbe a marketingbe, nincs tukmás shopping, edd meg szedd be, mert ez jobb, mint a másik, semmilyen nincsen. Nem kell hozzá értékesítőnek lenni, nem kell hozzá olyan típusúnak lenni, nem kell hozzá 1000 fős névlista. Az emberek nyugodtan másodállásban ezzel a tematikával pénzt tudnak keresni. Nálunk a tesztelés egyet jelent a bevétellel. Tehát nem értékesítek, hanem tesztelek. És ez egy óriási különbség. Ez a következő képen néz ki. Az 5 dobozból egyet megeszek én, hogy legyen terméktapasztalatom. Jó, ezt nem adom oda senkinek. Fog maradni nekem 4 doboz Sunrise-om. 4x30 az 120 tasak, és itt minden számokkal le van vezetve. A 120 tasakból semmi más feladatom nem lesz, mint 5-ös csomagokat csinálok, és ez az alapvető munkánk, hogy 5-ig elszámolok, 5-ös csomagokat csinálok, és kiosztom 24 beteg embernek a környezetemben a terméket, a 4 dobozzal. 24 embernek, akinek magas vérnyomás, cukor, allergia, aszma. Van önnek beteg ismerőse? Akad. Közvetlenül közvetve. Önnek van beteg ismerőse? Sajnos mindenkinek van, és ezeket kell csak összeírjam, de olyan beteg embereknek adjam oda,
akik nem egy marék gyógyszerrel érnek 20 éve, és ők boldogok, hanem olyan embereknek, akiket zavar a betegségük, és szeretnének ezen változtatni. És a munkafolyamat a következő. Ki az, aki még ezt nem tesztelte? Most a hölgyhöz megyek oda. Keresztnevét megkérdezem. Rita? Én oda megyek a Ritához. Rita kedves, én alaszkai vadáfonyát importálok, egy termék, ami most bekerül hálózatban és üzletekben Magyarországra, minden engedéllyel rendelkezik, 100%-ban természetes, és tudom azt, hogy neked magas a vérnyomásod, meg vannak ilyen alvászavaraid, eszembe jutottál, szeretnék neked segíteni. Egy európai tesztelésben részt tudsz venni, annyi a feltétel, hogy ezt 5 napig minden regélgyomorra elfogyasztod, jó? Figyeled a szervezetedet, és az 5. nap beszélünk, hogy milyen változást hoz a termék. Jó, de hogyha bármit észlelsz a 2., 3. nap, azonnal telefonáljál. Benne vagy egy ilyen tesztelésben, azt ingyen odadom neked. Hát tessék, odadom, és fogyaszd egészséggel. És ennyi a munkafolyamat. Ki az, aki szerint ez lehetetlen megcsinálni, ez nagyon nehéz? Fú, mindenki. Pedig biztos vagyok benne, hogy a teremben voltak olyanok, akik bejöttek, és azt mondták, hogy jó, megnézem, meghallgatom, de én nem vagyok olyan típus. Na, remélem, hogy azok az emberek, akik nem olyan típusúak, erre azt mondják, hogy hát ilyen típus azért vagyok én is. És ennyi a feladat. Odaadjuk 24 embernek. Na most ennek az 50%-a, 12 biztos, hogy pozitív tapasztalattal fog visszajönni. Amint említettem a prezentáció elején, 90%, 87-90% jön vissza pozitív terméktapasztalattal, de hogy lássuk azt, hogy minimális számokkal dolgozunk, 50% csak 12 jön vissza pozitív tapasztalattal. El kell mondjam azt is, hogy lesznek fogyasztóink, lesznek olyan emberek, akik abszolút nyitottak lesznek erre a dologra, ugyanis én elmondom a Ritának, hogyha ő pozitívan reagál a termékre, hogy ő tud vásárolni fogyasztóként terméket a cégtől úgy, hogy 1 hónapig teszteli, a 30. nap végén azt mondja, hogy neki mégse volt olyan vérnyomására, igaz, hogy megette, megitta a terméket, az üres dobozt visszaadja a cégnek, visszakapja a pénzt, amibe került a termék. Tehát az elfogyasztott termékekre is 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal a cég. Próbáljuk meg ezt egy patikába, hogy visszaviszem a gyógyszert, vagy a vitamint, hogy ez nekem nem működött. Szerintem hangosan kikacagnak. Itt ennél a cégnél nincsen, garancia van. Biztos, hogy lesz 6 nyitott ember a 24-ből. Ebből tudja, hogy lesz 3 vásárlón pontosan a garancia miatt, és azt mondják, hogy használt a termék, és szeretnének egészségesebben élni. És lesznek olyanok, hogy engem is hívogatnak, látják, hogy mivel foglalkozom, és ők mondják nekem, hogy nehogy kihagyjam őket valami üzletből, ha jó, mert akkor mérgesek lesznek. Szólni kell azoknak az embereknek, és vissza fognak jönni, érdeklődni fognak az üzleti partnerek is. Miből lesz a jövedelmünk? Többféle kifizetése van a cégnek, körülbelül 8-9 féle, ebből a legfontosabbakról fogok beszélni. Az egyik a vásárlói bónusz. Például, hogyha Rita azt mondja, hogy ő fogyasztóként kipróbálna a szárászt, akkor a Ritát beregisztrálom magamhoz, és vagy aki, hát nyilván egyértelmű, hogy aki a Ritát meghívta, és a lényeg az, hogy 10 dollár jutalékot kap a fogyasztása után a cégtől jutalékot. Hogyha az egészség háromszöget rendeli meg, akkor akár 32 dollár jutalék is lehet a Rita számláján. Ezek a fogyasztók után jönnek. Viszont én is rájöttem júniusban, hogy mennyivel hatékonyabb lennék, hogyha nem csak én osztanám egyedül a termékeket, mert Sírmán Tamás, én is 24 emberhez jutok el 1-2 nap alatt, hanem még lenne 1-200 ember, aki ők is osztanák a terméket, és ők is további emberekhez vinnék el. És ezért szóltam új üzleti partnereknek. Szóltam olyan ismerősöknek, akik akár egészségesek voltak, de anyagilag voltak problémások. Tudtam, hogy bizonytalan a munkahelyük, nem megy a vállalkozásuk, lehet, hogy holnap után megszűnik az állásuk, elégedetlenek azzal az eszközzel, amivel ők pénzt keresnek, és lehet, hogy jobb lehetőségre várnak. Azokat az embereket ugyanúgy egy ilyen infóra el lehet hozni, és pontosan csatlakoztatási bónusz fizet nekünk azért a cég, hogyha az üzletünket növeljük, tehát üzleti partnereket találunk, akik ugyanúgy azzal a 463 eurós csomaggal elindulnak, ahogy mi, és ők is ebben a munkafolyamatban részt vesznek. És itt úgy néz ki a dolog, hogyha én egyedül vagyok, és szólok egy barátomnak, segítek őt elindítani, akkor 40 dollár jutalékot kapok a cégtől. Hogyha már van egy 20-25 fős csoportom, nem azt jelenti, hogy én hoztam 20-25 embert, hanem 3 embert, és abból lett egy növekedés, egy 20-25 fős csoport, akkor közvetlen egy ismerősöm elindításáért kapok 110 dollárt.
És ez egy nagyon-nagyon komoly jelentős bevétel, ugyanis a csatlakoztatási bónuszt azt minden héten megkapjuk a cégtől, minden héten pénteken, úgy megyünk neki a hétvégének, hogy van pénz a számlánkon. És átlagban az üzlettársaim 50 és 200 ezer forint között keresnek hetente ebből az egyféle jutalékból, a csatlakoztatási bónuszból. És ez nagyon-nagyon komoly és nagyon komoly eredményt is produkál. Világszerte szponzorálj egyszer három embert, és igazából ez a szlogenünk, három embert kell találni, és ha három emberünk megvan, a maximális jövedelemhez hozzá tudunk jutni ebben a rendszerben, ebben a hálózatban. Egy hármas másolódás indul el. Én is először júniusban egyedül voltam, aztán találtam három partnert, aki azt mondta, hogy jó a termék, kipróbáltam, jövök veled. Van, aki próbanélkül is azt mondta, hogy jövök veled, mert esetleg hiteles voltam, vagy bizalmat szavazott nekem, ahogy én is szavaztam másoknak. És ahogy megvolt a három emberem, kaptam 163 dollár forgalmi utat. Ez az első bevétel, amit kifizeti a cég, és ez fontos. Ahogy tovább másolódott ez a rendszer, nem új embereket indítottam el, hanem ennek a három embernek mutattam meg, hogy hová osszák ki a terméket. Ők is hívtak üzleti partnereket, és elkezdődött ez a másolódás, a rendszer elkezdett feltöltődni. 12 partnernél már a gyöngyszintről beszélgetünk, ezt átlagban 2-3 hét alatt meg lehet csinálni kényelmesen, mellékállásban ezt a szintet. Itt már a szintbónusz 800 dollár, forgalmi jutalék 856-8900 dollár, és akik elérik a gyöngyszintet, azok körülbelül 2000 dollárt keresnek ebbe a rendszerből. Ha valaki két hónap alatt érje, akkor is keres 2000 dollárt minimum, általában többet, de aki két hét alatt, azok két hét alatt keresnek ilyen összeget. És ez egy nagyon-nagyon komoly bevétel, ez körülbelül 400 000 forint, hogyha jól számolom. El fog indulni ez a másolódás. Az emberek osszák a terméket, jönnek az infóra, szeretnének a termékből, szeretnének pénzt keresni, és folyamatosan fejlődik az üzlet. Ez a szint, ahol már egy 27 fős csoportról beszélgetünk, ez nálunk a Zafír üzleti szint, és itt már egy kétnapos vezetőképzést kapunk a cégtől, ami fontos, ez egy wellness hétvége Budapesten, viszont egy olyan képzés, amivel garantált, hogy következő hónapban egy komolyabb üzleti szintre tudunk lépni, de nyilván a Zafírok nem csak wellness hétvégét kapnak meg vezetőképzést, hanem addig, amíg eljutnak, körülbelül 3 és 6 ezer dollár között keresnek a Zafírok ebből az üzletből. És itt fontos elmondjak, hogy számok vannak itt, muszáj, akik nem szeretik a számokat, muszáj megmutatni az üzletet, mert a számok mutatják meg azt, hogy valóban mi történt Magyarországon, és ezek valós számok, tehát nem csak beszélünk róla, hanem ezeket meg tudjuk mutatni. A prezentáció végén valaki kíváncsi, itt vannak a pécsi, a budapesti vezetők, bárki megmutatja a webirodáját, és részletezve ott van a jutaléka, és ezeket az összegeket ők is, mi is ezt megkerestük, és bárki, aki itt a teremben ül, ugyanezt meg tudja tenni. Azzal, attól függetlenül, hogy semmilyen hálózatban nem dolgozott, semmilyen érintése még nem volt semmilyen hálózatos rendszerrel. A következő szint, beszélgetünk. Februártól behozott a cég egy autóprogramot a Ruby szintű munkatársaknak. A jó hír az, hogy nagyon-nagyon gyorsan el lehet érni. Van, aki ezt egy hónap alatt teljesítette ebbe a Cayenne üzletben, többen is vannak ilyenek, és aki ezt eléri, és a következő hónapban ezt a szintet megint produkálja, de nyilván ez a rendszer ez folyamatosan növekszik, az Budapesten besétálhat a Mercedes szalomba. A hölgyeknek biztos a fehér az még jobban tetszik, mint az uraknak. Egy hófehér Cayenne is Mercedes tud kihozni a Merci szalomból, egy B vagy egy C osztályos Mercedes, amelynek a megvásárlásában támogatja a cég. Az induló részletbe fizet 1040 eurót, és minden hónapban 570 euróval támogatja a disztribútort a Cayenne cég. És egy olyan autóval jár, ami Cayenne logó van, de a sajátja lesz az autó, viszont a cég fizeti az üzemanyagon kívül a biztosítás, meg különböző dolgokat, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Magyarország útjain remélhetőleg évvégéig 1-200 ilyen Mercedes fog szaladgálni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív reklám lesz a számunkra. A Rubik, amíg elérték ezt a szintet, körülbelül 10-12 ezer dollárt kerestek ebből a rendszerből, tehát az autó mellett egy komoly jövedelemhez is hozzájutnak. Ha ez a duplikáció folytatódik, ez a másolódás,
Itt már a 243 fős csoport, az már két üzleti szintet ugrottunk a Rubitól, egy smaragdot, amely esetében a smaragd színbónuszra, smaragd szintre kapunk 5000 dollárt a cégtől, és a gyémánt szintre pedig kapunk egy újabb autóprogramot. Ez a következőképpen néz ki, 4000 dollárt fizet az autó induló részletébe a cég, és akár 36 hónapig havi 1200 dollár külön jutalékot fizetnek arra, hogy egy normális felső kategóriás autóval járjunk. Ez nem muszáj Mercedes, lehet bármilyen autó, amivel valóban tudjuk képviselni megfelelő módon a céget. Nem egy, nem kettő, hanem nagyon sok, már több gyémánt autó szaladgál Magyarország útjain, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon jó ösztönző program. A gyémánt szinten lévő munkatársak körülbelül a 20 és 60 ezer dollár között kerestek ebbe a rendszerbe, többen vannak, akik három hónap alatt ezt teljesítették, és megcsinálták ezt a szintet. És hogy Magyarország hova jutott 10 hónap alatt, ezt egy következő táblázaton tudom megmutatni. 10 hónap alatt 11 ezer munkatársunk lett Magyarországon. 11 ezeren tesztelték le ezt az indulócsomagot, tesztelték a terméket, működik nekik ez a rendszer. A 11 ezer munkatársból nem 849, egy picit már ez megduplázódott, több mint 1500-an érték el a JADE üzleti szintet. Ez az az üzleti szint, amit a végén meg fogok mutatni. Ez általában egy hét alatt csinálják meg a partnereink. Az azt jelenti, hogy rajtam kívül 4 üzlettárs van a rendszerben, és a befektetett pénzem visszajön. Tehát kerestem 600 dollár jutalékot. 91%-a az embereknek egy hónapon belül megcsinálja. Nagyon-nagyon jók az arányok, és több mint 1500-an vannak, akik minimum 300 és 1000 dollár között kerestek a rendszerben. Én júniusban kezdtem ezt az üzletet, nem titok, én nagyon-nagyon mély ponton voltam, tehát szállítmányozási cégeimet úgy tudtam bezárni, hogy hát nem pluszosan, tehát mondjam azt, és elég komoly problémák voltak, és kerestem a lehetőséget, és 10 hónap alatt ez az üzlet olyan változást hozott az életembe, amit kívánok mindenkinek. Minden területen megadott nekem mindent ez az üzlet, nem csak az anyagiakat értem ez alatt, hanem ennél sokkal fontosabb dolgok vannak az életben. És pénz miatt kezdtem el ezt, de most már nem a pénz miatt csinálom. Tehát szeretném azt, hogy minél több ember egészségesebben éljen. Látom azt, és nagyon sok emberrel tárgyalok, akik kifelé mutatják azt, hogy ők rendben vannak, és egy fél órás beszélgetés után kiderül, hogy mennyire nincsenek rendben. Sárga csekk problémák, gáz, villany kikapcsolva, családok iszonyú helyzetbe, és ezeknek az embereknek szeretnénk segíteni. És azt gondolom, hogy mindenkinek van a környezetében ilyen. Néhány embernek szóltam, 20-25-nek, és most több mint 4600 ember van az üzletben, és egy óriási csapatom van, és azt gondolom, hogy egytől egyik kivétel nélkül nagyon-nagyon jó emberek. Ebben az üzletben az etikus emberek fognak itt maradni, az is biztos, tehát akiknek nem a dollárjelek pörögnek a szemében, hanem van bennük segítő szándék, és hogyha ez megvan, akkor ők is eredményesek lesznek. Abszolút egy igazságos rendszer, én csak akkor lehetek eredményes, hogyha van Soltész Kálmán az üzletemben, gyémánt szinten, van Ungvári Csaba Rubi az üzletemben, és sok JADE gyöngy, és embereket eredményessé teszünk. És igazából tényleg egy szolgálat ez az egész üzlet, és oda jutottam, hogy ennek köszönhetően én több mint napi 100 000 forintot keresek. És ebbe az alvás is meg minden bele számít. Úgyhogy nem is hittem el először, mondtam a többieknek, hogy csípjenek meg, hogy ezt álmodom, vagy ez velem történik, de ez valóság, és ez mindenki számára, ami fontos, jó időben vagyunk, jó helyen, bárki, aki most indul, annak ez működni fog, és működni tud. Úgyhogy kívánom, hogy mindenki találja meg a célját, és kezdje el ezt a vállalkozást, de hogy még egy picit ezt tetőzzem, fogok majd szólítani egy hölgyet, akit még mint kék gyémánt be szeretnék mutatni, de meg szeretném mutatni a prezentációnak a néhány szlájdját még, hogyha tovább tudok lépni. Igen, pontosan amiről beszéltem, hogy nem az a lényeg, hogy én kék gyémánt vagyok, a Kálmánnak se az a fontos, hogy ő gyémánt, nem a smaragd, a rubi, a zafír, a gyöngy, hanem a JADE a legfontosabb. Ugyanis a mi üzletünk nem működne, nem léteznének ezek az üzleti pozíciók, hogyha nem lennének benne JADE szintű munkatársak, ez az alap első vezetői szint, és igazából ez a lényeg. Nekünk, akik
most beszélünk embereknek, és lesznek olyanok, akik jönnek ide, és azt mondják, hogy ők akarják ezt az üzletet, biztos, hogy a meghívója meg fogja kérdezni, hogy biztos, hogy akarod ezt, mi a célod ezzel az üzlettel, mert nekünk egy felelősség az, hogyha önt elindítjuk, és együtt fogunk dolgozni, akkor önnek eredménye legyen. Nekünk nem az a lényeg, hogy önök regisztráljanak, hanem az, hogy önök eredményesek legyenek, legyen jó érzésük, akár a termékekkel kapcsolatban, ha az üzletbe indulnak azért, mert hogy eredményük legyen, növekedjen az üzletük, és pénzt keressenek, és ez a jáde a legfontosabb, az az ön. És mindig azt szoktam mondani, amikor jönnek a barátaim, hogy Tamás, neked szerencséd volt, hát mondom, nekem nem szerencsém volt, nekem volt egy lehetőség, amit én megláttam, döntöttem és elkezdtem cselekedni, és ez a szerencse igazából, ez a lefordítva, hogy az embernek mikor és hol van szerencséje. Ami fontos, hogy ez az egész üzlet egy nagy kirakós játék. Nagyon sok képet láttak ebből az egészből, a termékek, az üzlet, a tulajdonosok, az időzítés, a kompenzációs terv, a marketing. Igazából egy darab hiányzik ebből az egész kirakósból, azok pedig önök.